Folyamatosan zajlanak az őszi aratási munkálatok Tolna vármegyében, arra nemrég lehullott 17, néhol 30 mm-es csapadék egy-két napra szüneteltette a betakarítást, mondta el vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke. A napraforgó aratását az befejezték Tolna vármegyében, 40 ezer hektáron arattak most napraforgót a gazdák, jó terméseredményt tudhatunk magunkévá, 3,5 tonna per hektáros lett a vármegyei termésátlag. Az olajsavtartalom is jól alakult, 44-48% között, de több gazdálkodó volt, aki bonifikáció nélkül fix áron értékesítette a napraforgót. A kukorica betakarítása mintegy 80%-on áll. Az előző évekhez képest több eső esett a tenyész időszak során, így szépen alakult a termés. A nedvességtartalom is alacsony, nagyjából 14-15%, aminek köszönhetően alacsony szárítási költség terheli a Tolna vármegyei termelőket. A piaci helyzet az a mezőgazdaság szempontjából most nagyon kiszámíthatatlan. Gondolok én itt a magas input anyagárakra, az alacsony terményárakra, és az ukrán háborúból kifolyó egyéb piaci körülményekre. A jelenlegi nehéz helyzetet az a tavalyi évben beáramlott nagy mennyiségű ukrán gabona okozza, felvásárlási problémákat és tárolási problémákat okoz jelenleg is. Hozzátette, hogy számos terménytárolónál probléma a helyhiány, ez lényegesen hátráltatja a kukorica betakarítását is. A helyzetet úgy próbálják megoldani a gazdák, hogy minél gyorsabban és alacsonyabb áron adják el a terményt, a bizonytalan kilátások pedig sok esetben gátolják az őszi kalászosok vetését. A legfőbb kérdés az, hogy ilyen piaci viszonyok mellett vajon mit lesz érdemes megtermelnie a gazdáknak, mondja az elnök.